Üdvözlök mindenkit az Oasis nevű Battlefield Bad Company 2-es mai napi túravezetésünkön. Elkezdődött a immáron 500 tikettes köröcskénk, úgy van uraim. És hát én úgy döntöttem, hogy Jetskire pattanok, már hogy igen, ebbe Jetski is van bizonyos pályákon, és hát meglátogatom a célpontot, amit most foglaltak be a oroszok, mert hogy most amerikai fél vagyok. És már is ott egy illető úriember, Assa út, és hát tűz alá vettem. Azt hiszem én is Assa út vagyok, igen, azzal születtem le. Ja, és támad rám. És sikerült legyőznöm. Ő az első áldozatom, hát nem hittem volna, de igen, képes voltam rá, és itt egy újabb úriember, itt lapul a pokorba, ez is egy Assa út, amúgy ez az Assa útoknak a pályája, meg a medikeké. Ezekkel, ezzel a két kaszttal lehet igazán jól érvényesülni, bár azért meg kell hagyni, hogy mérnökkel is, hogyha egy jó tímed van, akkor mérnökkel is tudsz mit csinálni, csak annyi a teendőt, hogy neked kell befoglalni a B-t. Mert hogy ott születik le az egyetlen egy ilyen nehéz páncélos, vagy páncélos harckocsi, amivel elég jó kis csapás lehet mérni az itt megtalálható a térkép környék, hát körül szaladgáló ellenséges erőkre. És hát befoglaltuk gyakorlatilag az összes kontrollpontot, és azt hittem, hogy az enyém szerezték meg a páncélos felett az uralmat, mivel mi foglaltuk be a pontot, de most csalódottan tapasztalom, hogy az ellenség volt olyan szemfüles, és ő vette át a haszkosi fölött az irányítást. És jár is itt van előttem egy mesterlövész, aki annyira nagyon szalad, hogy hihetetlen, és próbálom utolérni. Rárobbantottam a falat, de hát a fal pont annyit védett rajta, hogy nem ölte meg a rakéta találatom. Most próbálom leamortizálni az itt megtalálható épületet, egyrészt azért, mert nem szeretem, hogy itt van, mert tök jó fedezéket nyújt a itt megbújó mesterlövésznek. Aki megint izé hiába lövök mellé az RPG-vel, hát nem tudok rá annyit sebezni, nem baj, hát ha most sikerül utolérnem, de úgy szalad ez a Wookie öcsém, hogy ez valami csodálatos. És el is tűnt a szemem elől, mert hát itt van bokor, és fogalmam sincs hová lett az illető úriember. Mindenesetre a B az továbbra is villog, ami annak a jele, hogy még megtalálható itt az ellenséges haderő bizonyos tagja, és már nem, mert vissza tudtuk húzni a zászlót, de most megint felvillant a piros háromszög a minimapon, úgyhogy való csak itt van, és itt van előttem a Wookie. Ég ágyon, ez nem a Star Wars, haha, legyőztük. Ja, Istenem, hölgyem és uraim, kérem szépen. Ja, és itt van egy Humvee. Egy ilyen... nem voltam meg, most halok majd meg. Jaj. Igen. Lelőtt a csávókat. Az a poén, hogy ő a gépjárművemet lőtte. Én kiszálltam, elkezdtem lőni gépfegyverrel. Steppelt kettő ilyen Jacksonosat, majd utána elővette a pisztolyát és engem ölt meg. Hát igen. Infantryban azért ez a játék se annyira szeretnivaló, mert hát nem mindig lehet tudni, hogy mikor, hogy milyen formába adja a gép. És ami még a Bad Company 2 ellen szól, az az, hogy nincs magyar szerver. Legalábbis Magyarországon megtalálható magyar szerver, úgyhogy gyakorlatilag itt mindenkinek ilyen 100 környékén van a pingje. Ja, meg igen, a ping a másik dolog, ami a Bad Company 2-ben elég jellegzetes dolog volt, hogy általában mindenkinek baromi magas pingje van. Aj, sikerült lekéselnem, fejbe késeltem a gyereket, fejbe! Azt a betyár mindeni. Ja igen, és ennek a pályának a másik nagy jellegzetessége, hogy itt össze-vissza késel mindenki mindenkit. Mert még akkor is, ha elkezdenek lőni, kb. Van 1-2 másodpercet, amíg tudsz cselekedni, és hogyha elég közel félközül ez alatt az 1-2 másodperc alatt az illető úriemberhez a kép rád tüzel, akkor esetleg az is előfordulhat, hogy lekéseled. Annak ellenére, hogy folyamatos tűz alatt tartott, mert hát igen, ilyet is tudunk csinálni ebben a játékban. Nem, ezt most nem félreértés elkerülése véget, ezt most nem azért mondom, mert hogy ez egy rossz dolog, de nekem ez kifejezetten tetszik, hogy lőnek minket ilyen gépfegyver, és még ilyen Colonel 100-as, aki látta a Battlefield Friends-es csávokat, ez a Colonel 100 karakter akar lenni benne, az a vén fószer, aki mindent és mindenkit lekésel. Hát most itt is késelnem kellett volna, inkább azért, hogy lövöm, mert mikor lekéséljük az illető úriembert, kázi kevesebb reakció idője van
arra, hogy megvédje magát, meg ilyenek, kb. Egy másodperce van, hogy bármit is csináljon. Míg amíg folyamatosan lőjük, ez 3-4 másodpercig is eltarthat, mire leszedjük annyira HP-ját, hogy el is halálozzon az illető úriember. És visszafoglaltuk a C-t, és tudom, hogy itt lapul az ellenség, annál inkább, mert ott láttam egy specnatos csávókát. Hát igen, ő sikerült lekéselni, csak... igen. Hát láttam a bokáját a fickónak, csak ő valahogy jobban rám tudott így sebezni a bokájával, mint én a szemmel, verésemmel, úgyhogy el is haláloztam. Mit is kell tudnunk az Oázis nevű pályáról, azon kívül, hogy javarészt infantry jellegű pálya. Mondom ezt azért, mert hát azért a járművekkel nagyon nincsen teleszorva, meg ami van, hát azt is körül búgják, meg nem is nagyon tud manőverezni, mert kb. Két utca van, ahol elmászkálhat. Még jó, hogy én kapcsoltam hamarabb, nem ő. Na és akkor a lényeg az, hogy itt javarészt infantry van, és ez egy tipikusan olyan pálya, amit izomból kell megoldani. Jó, persze ilyen kontrollpont foglalásos résznél azért gondolkozhat az ember rendesen, hogy mit évő legyen és hogy. Hát most például tudták van, hogy valahogy itt érezték, hogy én itt lapulok a környéken. Majdnem ki is nyifantottak egy gránáttal, de hála jó égnek kellő időben spanoltak rám a squadtársaim. És jöttek besegíteni a kontrollpont foglalásba, úgyhogy hamarosan vissza fogjuk foglalni a A pontot. Hát én meg megint majdnem kinyírtam magamat, igen, nem mindig emlékszek rá, hogy épp milyen kasztot állítottam be. Úgyhogy néha előfordul velem az a érdekes dolog, hogy jazzelek neki a páncélosnak, és akkor jut eszembe, hogy az se út vagyok. Mondjuk az se út, amíg tudnám sebezni, hogyha gránátvetőt állítottam be, és jól leszették előttem azt a fickót, úristen! Majdnem megint segbe durrantottak, de kellő időben jöttem bele ebbe a páncélosba. És valahol fel kéne fedezni az illető úriember ellenségeket, mert hát ha már ilyen jó helyzetbe kerültem, hogy itt vagyok ebbe benne, akkor lehet, hogy használnom is kéne ezt a fegyvert. És ott van előttünk egy piros háromszög, meg ott Jesse-el megint valaki, de közben már megint valahogy ide került a közvetlen közelünkbe egy csávóka. És mivel rengeteg a Wookie ezen a pályán, akik C4-esre röstelnek használni, inkább úgy döntöttem, hogy elhagyom a járművet. Hiba volt, már most egy gránáttal írtak ki, és egy gránátvetővel. Nem baj. Mint mondtam, ez az izompálya. Szóval itt minden kontaktba bele kell mennünk, gyűjtenünk kell a pontot, farmolgatni kell szépen, és imádkoznunk, meg hát igyekeznünk kell, hogy minél legjobban, hatékonyabban használjuk ki a lehetőségeket, hogy szépen gyűjtsük magunknak a scores-t. Mert hát itt ezt kell csinálni. Jó, persze lehet menni őrült módjára is, mert vannak olyan fickók, akik itt is félelmetes KD-kat tudnak elérni. Ez az, Voki, halljál meg szépen, ezt is lekéseltük. Ez az, azt meg lelőjük, és most meg minket késeltek le. Igen, ez is várható volt, mert hát azért nagy művészet kell ahhoz, hogy itt valakit ne késeljenek le. Hát a C-t azt elszedték előlünk a csúnya úri emberek. Ó, közben kaptam egy ilyen késelős medált. Ó, de jó, jó. Azt hiszem ez 4 késelés kell. Úgyhogy nem is nagyon vittük túlzásba a dolgokat, és úgy láttam, hogy mint a szalad volna ott valaki. Most megérte leszedni azt a házfalat, mert ott lapult mögötte egy illető úriember. És még továbbra is valaki itt volt velem szemben, de néha olyan jó, mert totálisan nem látom, hogy honnan lő és ki. Hát mondjuk nem is tudom, mert agyik be van öltözve a fickó. Az most késelt volna ez a kis ganef. Azt a minden betyár holokausztos eget. Ó, és ott van előttünk a fickó. Bebújt a sarokba, nem baj, odaverek egy gránátot. Á, megijedt, átszaladt a sarok másik oldalára, semmit nem sebezett rajta a gránát, megpróbáltam lekéselni, de túl korán is ölt meg engem. Tök pró vagyok. Ilyenkor érzem magamban, hogy te annyira pró vagyok, hogy hú, az valami hihetetlen volt. Kb. 5-ször tudtam volna megölni a gyereket, és ehelyett nem tudtam, hanem ölt meg engem. Nem baj, már most ez a kettő úriember, az egyik megvan. A másik elszaladt, de hova szaladt, ott szaladt, el kéne kapni. És hát megint leszették előlem. Itt már úgy kell vadászni néha az embereket, hogy az valami hihetetlen. Ha meg nem mi vadásztuk az embereket, hanem ők vadásznak minket. Na most kibontjuk megint a falat. Egy kill. Ez a fal kibontásos ölés, ez nagyon megy nekem. És most mivel lőttek le? Na hát ezt láttam volna meg. Esélyem sem volt, esélyem, komolyan mondom. Ebben a pályában az az egyik különlegesség, hogy tele van ilyen miniatűr ablakokkal téve, ahol kb. Egy fej tud kinézni, meg egy fegyvercső. És hogyha épp rosszkor vagy rossz helyen, akkor bizony ott talál
téged valaki, és hát onnan fognak lelőni a francba, és ha nincs nálad RPG, akkor nehéz, vagy aknavető. Mondjuk az aknavető az nem sebez akkorát, ha emlékeim szerint, de az RPG az hatásosabb. Akkor bizony nehéz dolga van, és a B-t azt elkezdték támadni, én meg jövök ide egy célre, uff, az már jön is belém a rakéta, úgyhogy hamar elhagytam a járművemet, és figyelem a minimapot, hogy merre fog mozogni a piros háromszög, mert hát az elég árukodó dolog tud lenni, annál is inkább, mert most van szenzorom is, hála a jó istennek. Hát most belesoroztam egy tárat abba a mukiba, de hát sok mindent nem értem el vele, azon kívül, hogy jól megijesztettem, el is bújt, és megint itt volt egy fickó, de hát ez így halt meg, ez meg amúgy halt meg. A lényeg az, hogy én még nem haltam meg, és továbbra is húzom az ászló területét, úgyhogy ha így folytatom, akkor ez az, meg is szereztem a C-pontot magamnak. Most tök béna vagyok, mert fölfelé céloztam, igen, rájöttem, képzeljétek. Látok ám én is. Néha nem tudom, így görcsbe rándul a csuklómot, akkor azért se tudok arra fordítani a kezemet, amerre szeretném. Nem tudom, lehet ez a korral jár. Fú, Isten, hát nem mindegy, tartjuk a két pont előnyünket, úgyhogy folyamatosan pörgetjük lefele őket, én meg közben squadot váltottam, mert vagy itt azért egy kicsit sűrűbben vannak a fiúk. Mondjuk lehet nem ez volt a legbölcsebb döntés leszületni részemről, hogy most pont ide a páncélos elé, de hát na, ennyi kell. A háborúban nem mindig lehet kiszámítani a dolgokat, aki meg ki tudja számítani, hát az meg nem háborúzik, hanem valami más csinál, mondjuk kempel, vagy ilyesmi. Na, kijött a bérről, úgyhogy most megpróbálunk oda benyomulni, meg... Mintha láttam volna valakit ott elgesztelni, talán nem? Ja, furcsa hangokat hallok, igen. Jó sejtettem, lekéseltek. Azt hiszem az a felettem volt az illető úriember. Nem baj, haver, nem felejtek. Végén úgyis porú fogsz járni. És ott van megint, ott van, és nem én öltem meg. De miért nem ölöm meg? Valahogy ezt a kill assist kill rendszert, ezt a Bad Company 2-ben sose fogom megérteni, hogy azért telepumpáltam a gyereket elég rendesen, de azt hiszem, hogy mindig annak adja be a killt, aki az utolsó végzetes találatot bevitte, de nem vagyok benne biztos. De hát valószínű, másképp nem tudom gondolni, hogy pumpálom a gyereket, aztán valahogy mégse én ölöm meg, hanem csak egy 10 pontos kill assistot adok neki. És belevillőttünk egy gránátot ebbe a járműbe, és most talán elpusztítjuk, úgy van, Vehicle Destroy, ez az már nem lesz az ellenségé, igaz a miénk se, és itt van egy buki előttünk, jó van, ezt is kinyírtuk, van még itt valaki, ezt is meg fejbe késeltük, agyvelejét kikéseltük neki, Ágyina májárkodott itten, imádom ezt a késelést, láttátok, de amúgy már le voltam sebezve alapból, mert az asha út is egy kicsit úgy nyomatta nekem a golyót. Aztán folyamatosan lőtt rám a medik is, és belerongyoltam, és úgy tudtam belenyomni a kést az agyvelejébe. Úgyhogy ezért mondom, hogy a késsel gyakorlatilag könnyebben lehet gyilkolni, mint az automata fegyverrel. Ami ugye azért kicsit paradoxon, de amúgy tényleg így van. Ezért is használom sűrűben, nem azért, mert trollkodni szeretnék, na jó, mondjuk egy kicsi van benne, de... Na, most kihasználom a lehetőséget, hogy most tudok ölni késsel, mert BF4-ben azért ez annyira nem sűrűen... lehet használni, tehát nem annyiszor, meg hát a face-to-face találkozunk, akkor az Encounter Knife-nak köszönhetően, hogyha én próbálok valakit lenyírni, ilyen módon, abba az épületbe bele kéne nyomni, de már úgy rohamoznak, mint az állat, meg tudják is, hogy felszállt a helikopter, mivel látták. Nem baj, az egyik gyerekre rányomtam, aztán elnyomok egy gránátot, mert úgyis bele fog rongyolni valamelyik elmebeteg. Aztán meglapulok itt, mert úgyis keresni fognak, mert ilyenkor vadásznak rám. Tudják, hogy ott voltam. Éj, ott is van az illető, orosz, hogy kiszaladt, ez a fejbe, jó, sikerült. Gyorsan fel kéne menni a lépcsőn, csak az a gáz, hogy akkor nem tudok futni, amikor tárazok, vagy nem tudom, lehet, hogy úgy is lehet futni, csak én nem vagyok túl béna. Mindeset ilyenkor rendszeresen beérnek, meg nem vagyok annyira fürge, mint ezek a jóképességű úriemberek. Hát az AB pont az továbbra is a miénk, 343 tiket a miósunk, és 296 tiketje van már csak az orosz félnek. És hát eddig izgalmas a küzdelem, mint mondtam, ez egy izmozós pálya. Ne várjatok tőlem itt irdatlan nagy KD sorozatokat, mert ez képtelenség, legalábbis az én részemről, hogy én itt komolyabb eredményeket elég magyarul úgy jöjjek meg emberkéket, hogy húzamosabb ideig életben is maradjak. Ez nem az a hely.
Viszont most tudom, hogy támadják a B-t, úgyhogy már csak azokat az illető úriembereket kéne elkapnom. Mondjuk a fegyver az nem a épp legfaszábbat választottam szerintem most a jelenlegi helyzetben. Ó, és már is ilyen, és mivel ölt meg engem? Ja, sörétessel, igen. A másik nagy kedvenc fegyver nem ennek a pályának, hogy elég sokan, elég nagy előszeretettel használnak sörétes puskákat. Annál is inkább, mivel hát elég sűrűn találkoznak össze a felek. Elég közelről kb. Az esetek 50-60, na jó, legyen inkább 70%-ában. Ilyen 2-3 méteren belül futok össze a fickókkal. Mint látható, itt is azért kőkemény távolságra van mellettem az illető úriember. Mire oda jutok, talán addigra igen, meg is öltünk. Imádom az ilyet. Meg már úgy beleéltem magam, hogy lekéselek egy újabb fickót. Nem baj, most ez az asó út is megtette így. Mondjuk úgy, hogy étvágy csillapításnak. Ó, és most jön a füst. Másik kedvencem. Imádják befüstölni a B-t. Pedig ezen néha maguknak is ártanak. Mondjuk most majdnem adott nekem egy asó útos csávóka, mert pont ott volt a bokámnál. De pont még mielőtt tudott volna cselekedni valaki, lenyírta. Úgyhogy megmenekült a kis sejhajom, és... Nem öltem meg? Ah, majd most. Ott ez már megint egy döntetlen, de hát ez már megint valami ízés csávó volt. Ja, igen, szájra már megint a sörétes. Fene minne el titeket. Átok! Úristen, azt már hova szüleszt engem föl ez a fickó? Áj. Na jó, ezzel most nem tudtam mit csinálni, szóval. És elkezdett villogni a B, úgyhogy be kéne védenünk huzamosabb időn belül. Vagy legalábbis megnehezíteni a dolgokat. Hát nyomtam oda egy ízét, de hát ez kevés volt az a sorozat, meg ez a fegyver is inkább csak közelről, jó? Meg most gondolnátok vagy nem, de én általában ilyen mérnökös fegyverekkel vagyok jó Bad Company 2-be. A lehető legtöbbet ezzel a kasztal mentem. Semmelyik olyan másik kasztal negyed annyit sem mentem, mint a mérnökkel. Nem tudom, szeretek javítgatni, meg így járművezgetni, meg tetszenek ezek a kis szotyi köpködő fegyverek. Ezek úgy nyomják ki magukból az olmot, hogy az valami hihetetlen, csak szar se szervez. Hát igen. Ez egy kicsit hátulütője, de hogyha elég gyors vagy és elég jó időben nyomod el a dolgokat, akkor tudsz vele írtani, csak azért be kell osztani a skulót, mert kb. Egy tár egy ember. De itt a másik kedvencem, hogy elnyomok egy ilyen a rakétát, és azzal nyírom az embereket. Jó, mondjuk úgy is meg fogom kapni ilyen Battlefield-esektől, hogy hát azért emberre rakétával nem szabad lőni. De gyerekek, ez a hatásosabb. Most választhatok én akármilyen izét. Hát most, ha győzni akarok, meg nagyjából úgy leírtani az emberkéket, meg nem akarok nekik esélyt hagyni, hogy ők érvényesüljenek, akkor bizony én használom a rakétavetőt, mert néha tárazás helyett jobb. Meg ilyenek, szóval, meg amikor látom, hogy fedezékben, hogy berohan a fal mögé a gyerek, akkor én módszeresen kiszoktam robbantani a falat mellőle, és ezzel, mint látható már ezt egy pár szót be is mutattam, hogy el is lehet őket ám intézni. Ó, most mivel öltek meg? M16 A2, hú. Na jó van. De mondjuk ugyanúgy akkor a asultok meg ne használjanak ránát vetőt ember ellen, mert viszél van. Ja, de hát az arra lett kitalálva, mi az RPG-nél, mert nézd meg az afgánokat mire használják. Baromi ritka az, amikor a tankot überelik vele, annál is inkább, mert annak már van ilyen kinetikus armorja, vagy mi a túró, hogy lőheted rá az RPG-t, de még azelőtt felrobban, hogy egyáltalán becsapódott volna magába a tankba. Ó, és a Wookie itt úszik, és azt hittem nem ölöm meg, pedig úgy telepumpáltam, hogy az valami hihetetlen. Ó, Isten, már minden itt robban a seklukamba, ha? Hogy lehet ezt kibírni? Próbálok egy kis ammóboxot elnyomatni. Ja igen, átváltottam szépen asó útra, mert most úgy érzem, ez a kaszta egy fokkal hatékonyabb lesz talán, de nem biztos, mert néha azért elburul az agyvizem, és szoktam így váltogatni a kasztokat, és ott a fickó, lövöm, és látjátok? Azért lőttem, de hát na. És elmegy el. Jézus, ez azért jött fel, hogy szórakozzon. Na, hát itt a járművünk továbbra, és én belehuppantam, mert itt most még egyelőre biztonságosabb, és próbálom felmérni a gyalogságot, amelyik itt bújik meg hátul. Hát ott lemészárolták, mire én itt bármit is kezdhettem volna. Ajaj, hát csak el kéne kapni itt az illetőket. Látom a piros háromszögöket, látom, de még mindig nem írtam el vele semmit, az ég adta a világon. Na, és
Hát ez hova szalad? Gyere vissza! Ó, és itt van, és lekéseltük ezt a fickót is. Te úristen, mennyit késeltem már, nem számolom egy ideje. Ó, és én vagyok az első igaz egyes KD-val, de akkor is, mondtam, hogy egy izmozós pálya. Próbálkozhat bárki bármivel, aki egy percre is megállít, de annak vége van. Jaj. És... na, tessék, látjátok, ezzel már rakéta vetővel mindjárt jobb lett volna. Meg a... hajj meg! De most miért nem halt meg? És csak 33%, pedig ez ugyanaz a faszi volt, akinek a mellé oda nyomtam az aknavetővel, és utána még soroztam is rá. Félelmetes, félelmetes, kérem szépen, hölgyeim és uraim, és majd most? Ez az. Megbosszultam önmagamat, ez az, és ott megy egy mesterlövész. Na, azt el kéne kapni, talán még nem ölik meg. És hát persze, hogy megölték előttem, miért is ne? Az is elhalálozott végig, azzal se én végeztem. A fene vinne el titeket. Na jó, akkor próbálkozunk megint egy kicsit így ezzel szórakozni. Jó dolog ez az UAV ezen a pályán, csak az a gáz, hogy esélytelen, hogy... igen. Hogy húzamosabb ideig használt, mert mihelyt meglátják, hogy izélyen gránátot, aknavetőt, minden létező robbanószert nyomnak oda körét, vagy lekésenek, vagy ledefibrillátoroznak, vagy le valami. Hát igen, ha lehetne kaksízni, akkor szerintem azt is megcsinálnák. Ó, és ott az a fickó, és még csak megsebezni se bírtam. Nem tudom, vannak olyan részek, ahol lövöm a fickókat, lövöm, és látom, hogy ott a közelében ezért, de még csak a csillag se villam fel, ami azt mutatná, hogy szépen nézé sebezni. Legalább egy picit rásebeztem volna, pedig én próbálkozom. Megint ott van a fickó, na, legalább rá sikerült sebeznem, de még csak arra sem méltóztatott, hogy meghalljon. Á, most elnyomtam egy gránátot, de hát ez hiába való volt, mert rossz helyre nyomtam, és beszorultam ebbe az izébe, nem bírok kijönni. Á, de megoldották a fiúk a dolgot. Elintézték, hogy gyorsabban kijöjjek onnan, mint idáig valaha. Jaj, most gondolkozok rajta, hogy most be kéne támadni a cét, vagy szórakozzak még itt a B-nek a védelmével. A spot rendszer az még nem annyira kifinomult, mint a BF3-4-ben, mert hát nyomogatom folyamatosan a Q-t, és az eseteknek a 30%-ában az, amikor meg is jelenik a spot előttem, és hát nekem adja meg a spot assistot. Ezt a részét nem igazán tudom hova tenni, hogy most mitől függ az, hogy most kit spotol, kit nem spotol, mert vannak, hogy baró messzire található úri embereket tudok spotolni, mit tudom, egy ilyen kilométerre is van tőlem. De néha van, hogy 10-15 méterre előttem lévő úriembereket sem bírok spotolni, hiába nyomom azt a nyambat Q-t. És ezt a részét még mindig nem tudtam úgy felfogni, és ott van egy előttem egy fickó, meg itt egy másik. És persze, látjátok, most is mellé lövöm a izét, és nem sebez rajta, de 31 HP. És most nem tudom, hogy most a aknavetőm sebzette, vagy hogy sikerült kettőt talán beleküldenem, és talán az sebezte le ennyire, de hát kétlem. Nem baj. Amúgy ezek az ilyen infantris jellegű pályák nekem személy szerint nem tartoznak a kedvenceim közé. A Harvest igen, én nagyon jól el szoktam lenni, meg a Heavy Metalon, az a két pálya az, ami irdatlan mód nekem fekszik. Az ilyen inkább infantris jellegű Bad Company 2-es mapok, azok valahogy nem az én műfajaim. Nem, hát ne értsétek, el vagyok én azzal is, de mit tudom, az kevésbé élvezem, mert itt azért pörögni kell, mint a mérgezettekért. Hát azna végre meg tudtam ölni egy egész embert, ha már itt vagyok a tankon, legalább egy embert öltem volna meg, és sikerült. Ez is egy teljesítmény, és hát ezt is lenyírták előttem, pedig már csak egy nanoszekundum kellett volna ahhoz, hogy én öljem meg, nem baj, majd őt, ez az. Hajj meg, gyere ki, és meghalt, jó van. Ó, ti ezt meg lekéseltük. Ez már sokadik késem. Félelmetes, hogy mennyire adja ezen a pályán. Ó, és ott lő megint a fickó. Gyerünk, hajj meg. Ez az, sikerült. Azt még csak rá se közelítettem. Ha. Ó, és már megint ott jön egy, meg ott is. Ó, hát ez már kicsit több volt a kelleténél. Mindenesetre arra elég volt, hogy újra átvegyem a tabellán a vezetést. Igen, azért... általában a játék közben, hát én javarészt azért mindig szólóban játszogatok, mert nem vagyok benne egy klánba sem.
Nem azért, mert nem szeretnék, egyszerűen lehetőségem nincs rá, hogy én tényleg ilyen klász szinten varozzak, mert hát már családapuka vagyok, baromira úgyse érnék rá akkor, amikor a val lenne meg. Jellegzetesen az ilyen klánvar eseteknél mindig, mikor letárgyalják, oda jutnak a felek, hogy letárgyalják az időpontot, ott mindig megy a húzavona, hogy épp a leglehetetlenebb időpontba próbálják rávenni a másikat a játékra, hogy minél rosszabbul menjen neki. Igen. Hát így szoktak menni a dolgok, és valószínű, hogy én ezeknek az eseteknek a jó részén úgyis kiperegnék, mert hát azért na, nekem nagyon be van osztva az időm, és ezért is nem nagyon játszogatok, de hála az égnek nemrégiben sikerült a Hunforsosokkal egy igazán kellemeset játszanom, mondjuk ők már annyira nagyon nem örültek a dolognak, de hát na. Vagyis hát egy része nem örült a dolognak, mert hát aki velem volt, az már inkább boldogabb volt. Ja. Hát ez egy igazán kellemes kis izé volt, kár, hogy többet így nem tudok játszani. Régebben még kipróbáltam a Versus is, még PS3-ba, de akkor rá kellett döbbenjek, hogy ez ténylegesen technikai sport, és akinek nincs meg hozzá kellő fajta technikája. Ez alatt most a hardware-t értem, tehát egy kellően jó gép, ami tolja az FPS-t. Szerintem akik az elsőben vannak, azoknak a top 10-es tabellája tuti makró segeret használ, mert volt olyan, hogy én voltam az 508-a a tabellán emlékeim szerint, és valami 16. csávókával, valaki a 16. volt, azzal sorsolt össze. Jó, voltak többen is, de akit nagyon megjegyeztem, az ő volt. Ugyanaz a perkünk volt beállítva, tehát totálisan ugyanazt használtuk mind a ketten. M16A3, értemszerűen BF3-nál ez az egyik pro fegyver. És hát, hogy is mondjam, kb. Én 2 méterre álltam mögötte, belepumpáltam egy tárat a fejébe, és simán eltáncolt. Komolyan mondom, elszaladt. Nem tudom, hogy csináltad, de tényleg. Elszaladt. És ugyanezzel a perkekkel a csávók, amikor én leszülettem, képes volt a pálya, hát mondjuk úgy feléről, egy-két lövéssel így fejbe küldeni. Tehát még reagálni se tudtam rá, nem hogy akármi hova szaladgálja. És akkor ezért mondom azt, hogy hát vagy makrót használ az illető úriember, vagy valami egyéb dolgot, de így most hiába megyek föl versuszozni, így annyira nagyon nem látom értelmét. Meg amúgy se tudnám azon a szinten nyomni, ami az elvárt. Meg oda azért már nem állt a jó angol tudás is, aminek én eléggé hiány vagyok. Ezt sose tagadtam. Próbálok azért fejlődni az idővel, de hát na. Mondjuk úgy, hogy én már nehezebben tanulok, mint egy normális átlag ember. És tovább villog az A-pont, hát próbálom védeni. Annál is inkább már csak 5 tiket van az oroszoknak, hát eddig tartott a nagy védelmem. Úgy látom, már kellő mennyiségű scores-t összeszedtem az, hogy bebiztosítsam az elsőségemet ebben a körbe. És hát még leszületek gyorsan, hát ha valami jó is kisül a dologból. Hát ott a messzi távolba próbáltam lőni a fickót, még 3 tiket. És szürke az összes kontrollpont, ez így egy érdekes momentum van ez a játék történelemnek. És hát elkezdtük húzni a C-t, figyelem a piros háromszögeket, hol villannak fel. Úgy látom, való abba az irányba van nálunk egy illető, és elnyomtam egy gránátot. És hajj meg, és azt hiszem talán sikerült megölni, nem vagyok benne biztos. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a legújabb Battlefield Bad Company 2-es túravezetésünket, hát íme itt láthatók az eredmények. Én vagyok az első, de akkor hol van az az izés medál? Hát itt nincs. Itt sincs? Hú, meg is késeltem. Lehet még nem frissített be a szeró. Nézzük meg még egyszer a másik irányba. Érdekes. Na, ott van az, csak mit tudom én, gondolom még nem gondolkodott el odáig a gép, hogy megadja. Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, találkozunk a következő epizódban.